Kedves nézőink, ha csütörtök, és a csütörtökön 9 óra előtt vagyunk pár perccel, mondjuk közel 10 perccel, akkor tudhatják, Szabó György következik. Szervusz! Szia, jó reggelt kívánok! Heti szakasz? Heti szakasz, egy érdekes heti szakasz, mert dupla heti szakasz. Egyébként csak kérdezem, vagy amikor dupla heti szakasz van, és éppen a általam látogatott zsinagóga nyitva van, hát akkor én úgy vagyok vele, hogy a második heti szakasznak a felolvasás, akkor a felénél már, akkor már akkor már nagyon nehezen tudok figyelni. És pedig igyekszem követni, akkor már nagyon nehezen tudok figyelni. Hát nem könnyű, ugye? És ez nem könnyű heti szakasz. Igen, tehát ez ugye az elmúlt 5 heti szakasz, ugye, ami a szentély berendezéséről, kohanitáknak a ruhájáról, a szentélynek a fölépítéséről szól, ugye a legnehezebb heti szakaszok közé tartozik, hiszen tulajdonképpen egy mérnöki tervrajzot olvasunk föl, vagy egy szabásmintát, vagy hasonlókat. Nyilván nem könnyűek ezek a heti szakaszok. Annak ellenére, hogy ez az utolsó 2, ugye a Veika Helvepiku Dei, ugye a 2 legérdekesebb gyakorlatilag, azzal együtt, hogy ráadásul ugye befejezzük a Smot könyvet, ugye Mózes második könyvét befejezzük, ami gyakorlatilag egy, mint ahogy minden könyvnek a befejezése, ugye egy vízválasztó, ugye a zsidóság történelmében gyakorlatilag. De ugye az utolsó 2 heti szakasz gyakorlatilag a fizikai megvalósításról szól. Tehát az első 3 heti szakaszban ugye beszéltünk, hogy az örökkévaló elmondja Mózesnek, hogy ugye mi mindent kell megcsinálni, és megadja az irányelveket, az egészen pontos irányelveket és paramétereket. És ugye ebben az utolsó 2 heti szakaszban eljutunk ugye addig a pontig, hogy tulajdonképpen, ami egészen megható és magával ragadó, hogy tulajdonképpen az egész nép részt vesz ugye a szentély eszközeinek előállításában, és ugye ezt a Ikael heti szakasz gondosan ki is hangsúlyozza, hogy mit csinálnak a nők, mit csinálnak nekem, a férfiak. Nekem a nők szerepe az, ami ebből a heti szakaszból a lehető legérdekesebb, és akkor mondjuk így legmeghatóbb, és a tükör szerepe. Igen, tehát ugye a nőknek a szerepe ugye az elmúlt heti szakaszokban ugye különösen kidomborodik. Tehát ugye pont valamelyik órámon ugye mondtam pont a hölgyeknek, hogyha valakinek eddig olyan kétsége lett volna, mint amit ugye sokszor az ortodox zsidóság szemére vetnek, lásd az unortodox film kapcsán, hogy ugye a nők másodrendű állampolgárok lesznek. Ugye pont a bölcseink azt mondják, hogy ugye a nő nélkül nincsen zsidó ember. Tehát a férfi, te meg én, ugye nem tudunk nő nélkül létezni, a család nem tud nő nélkül létezni, és mint ahogy látjuk, az egész nép nem tud a nők nélkül létezni, hiszen azok a feladatok, amiket ők ellátnak, mi bármennyire is szeretnénk, soha nem fogjuk tudni ellátni. És ugye ez a heti szakasz a legpontosabban mutatja meg, hogy igen, ezek a feladatok, amit a hölgyek megcsinálnak a szentély eszközének az előállításánál, más erre nem lenne alkalmas gyakorlatilag. És ugye ugye van egy nagyon érdekes dolog ebben a 2 heti szakaszban, hogy ugye a Ikael heti szakasz rögtön megint a szombati törvényekkel kezdődik. És ugye fölteszik a bölcsek a kérdést, hogy gyerekek, mit keres itt, miért kell már megint, miért emlékeztet minket az örökkévaló újból a szombati törvényekre? És ugye a válasz viszonylag azt mondja, egyszerű, hogy nem véletlen a szombati törvényekre való emlékeztetés, hiszen mik is a szombati tiltások? Ugye a szentélyben végzett 39 munkának és annak a származtatott tevékenységeinek a tiltása gyakorlatilag.
Tehát ugye önmagában véve az, hogy ugye párhuzam vonódik ugye a szombati törvények és a szentély felépítése között, ugye nagyon fontos dolog, hiszen azt mondja, hogy igen, építsétek a szentélyt, de még a szentély építése sem írja fölül a szombati munkavégzésnek a tiltását. És ugye az az érdekes, hogy ugye ebben a heti szakaszban, most nem emlékszem pontosan a számra, de több mint 40-szer hangzik el a munkaszó. És ugye nem véletlenül hangzik el több mint 40-szer a munkaszó, hiszen folyamatosan föl kell ugye a lelkes zsidókat rázni, hogy oké, gyerekek, dolgoztok, de ott van a szombat. Ezt soha ne felejtsetek. Ezt soha nem felejtsetek el, mert ott van a szombat, és szombaton nem szabad dolgozni. És nagyon érdekes a következő kérdés, hogy a haszidizmus tesz föl, hogy oké, de hát hogy lehet, tehát miért ilyen fontos az örökkévaló? Az örökkévaló elfáradt a teremtésben. Miért kell az örökkévalónak megpihennie, akkor, amikor hát az örökkévaló nem fáradhat el? És ugye az a válasz ugye erre a történetre, hogy ugye ez az elfáradás, amit ugye ki kell pihenni, ez tulajdonképpen nem elfáradás, hanem ugye az történik, és ugye azért fontos ugye a szombati törvényeknek a emlékeztetője, hogy úgy végezd a munkádat a hét folyamán is mindig, hogy mindig bármit is csinálsz, legyél bányász, legyél vasesztergályos, legyél szobafestő, legyél matematikus, legyél bármilyen tudós, televíziós ember, teljesen mindegy, de a munkádat úgy végezed, hogy mindig maradjon az örökkévaló szolgálatára megfelelő idő. Így igaz. És ugye a munkád soha ne írja fölül az örökkévaló szolgálatát. Ne azért ne rakjál filint reggel, mert azt mondod, hogy hú, el fogok késni a munkából, és hú, most mi lesz? Akkor késel a munkából, de tedd fel a filint. Világos. Tehát ugye egy nagyon, nagyon érdekes ugye ez a történet. Tehát azt mondják, hogy az, amikor azt mondja az örökkévaló, hogy Shavat mikol malachato, tehát ugye az első sztrájkoló emberről beszélünk, hiszen a svitászó ugye sztrájkot is jelent ugye a modern történetben, tehát az első sztrájkról beszélünk. Azt mondja az örök, hogy sztrájkoljatok szombaton, ne csináljatok semmit. Tehát ugye ez a szombati munkavégzésnek a megszüntetése azt jelenti, hogy oké, hétközben úgy dolgoztál, hogy mindig tartottál egy bizonyos helyet ugye az örökkévaló szolgálatára, szombaton viszont ne csinálj semmit. 100%-ban az örökkévalót szolgáljad. Akkor most egy nagyon furcsát fogok kérdezni. Szombati munkavégzés tilalma. Utoljára 2 évvel ezelőtt történt az, ami most fog bekövetkezni. 2 hét múlva jön, beköszönt Pészak. Igen. És az első széder mikor köszön be? Most és Sábeszkor, tehát a szombat kimenetele után. Amikor kimegy a szombat. Igen. Na, ez egy komoly feladat férfiaknak, nőknek egyaránt. Így van. Hogy lehet megoldani szerinted? Hát ugye nagyon nehéz, és ugye ilyenkor mindig napokon keresztül tanuljuk ugye ebben az erre esetre szóló törvényeket. Tegnap éppen 11:30-ig ugye a kedves szomszédon a Feldman rabbival ugye ebbe próbáltuk belásni magunkat. Ugye nyilván mindenkinek más-más a problémája. Ugye a hölgyeknek az a problémája, hogy ugye 5 napon keresztül nem fognak tudni kifesteni magukat és a sminkjüket helyre tenni. De ugye azt mondjuk, hogy péntek, szombat, vasárnap, hétfő, ugye 4 nap, gyakorlatilag 4 napon keresztül ugye nincs smink. Ugye ennél azért érdekesebb dolgok is, ugye számunkra ez kevésbé érdekes, náluk ez ugye világvége gyakorlatilag. De ugye azt mondjuk, hogy teljesen más szokások lesznek, hiszen máskor kell elvégezni a bdikát hamécot, ugye a hamécs vizsgálatot. Máskor kell majd elmenni sahriszt imádkozni. Tehát ugye már szombaton reggel 7 órakor már a zsinagógába kell lenni, pontosan, hogy időbe tudjál imádkozni, utána még tudjál enni, és utána végig tudja csinálni az összes dolgot. Tehát tulajdonképpen ez a nagyon érdekes év, amikor a szombat vagy Pészak rögtön szombat után kezdődik, ugye egy kicsit fölpesdíti az embernek a vérét, és legalább lehet új dolgokat tanulni, vagy olyan dolgokat, amit föl kell frissíteni. Hát
Kedves nézőim, érdemes megnézni, hogy hogyan is zajlik egy ilyen ünnepből való átmenet. Érdekes. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést a heti szakaszról. Önöknek köszönöm a figyelmet. Holnap reggel újból találkozunk itt a Pirkadatban, de ne kapcsolják a televíziót. Érdemes nézni. A heti tévé egész nap várja önöket. Minden jót kívánok, viszontlátásra!